A kertészekből, szakemberekből álló tolnai csoport megalakulása után feltérképezte a lehetséges virágosítási és fásítási helyeket. Ekkor az vezérelte őket, hogy minél több növényt tudjanak tolnán és mezsön elültetni. Azt láttuk, hogy óriási forrásokat tud az elvonni, hogyha folyamatosan kétszer, esetlegesen háromszor ültetünk egy adott területre virágokat, ezért úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne átgondolni azt, hogy esetleg kikeresni olyan egynyári virágokat, amelyek utána egy folyamatosabb, egy egész vegetációt átívelő időszakra tudnák a virágosítást biztosítani. Na hát el kell, hogy mondjam, hogy azért ez a kísérletezés, ez valóban kísérletezés, hiszen nem mindig volt sikeres. Tehát voltak olyan növények, növényfajták, amelyek ezt az extrém hőséget igazából nem tudták elviselni. A csoport a település több területén ültetett már virágokat, fákat. Gondosan átgondolták, megtervezték azt a színvilágot is, amit a növények nyújtanak. Fákat többek között újszülött gyerekek számára is ültettek, a szülőkkel együtt. Utána ott volt a kérdés, hogy mi legyen azokkal a fákkal, amelyeknek nem lett gazdája. És akkor meghirdettük a Gondoskodj rólam programot, ami már az elültetett fákra vonatkozott, lehetett a szülőknek jelentkezni, és ugyanúgy, mint a szülőkkel együtt ültetett esetében, itt is egy kis fatáblácska került a jelentkezőknek a fájára, és ezzel együtt ezek a szülők, családok vállalták azt, hogy ezt a kis fácskát gondozni fogják a továbbiakban, mondjuk tányérozzák, figyelnek arra, hogy az esővíz, a víz jól oda tudjon csordogálni a fa törzséhez. És hát miért is olyan fontos ez, hiszen nem mindegy az, hogy a felnövekvő generáció, a mi gyerekeink itt maradnak a városba vagy sem. A program több helyen is fasorok ültetésével folytatódott, például Tolnán a Bartók utcában. Ezeket a fákat is folyamatosan hirdetik. Ha valahol tönkre megy egy fa, ki kell vágni, ilyen volt a Vasút utcai fasor, annyira előregettek, és hát az is lehet, hogy hősokkot kaptak, vagy valami történt velük, de ott több fa ment tönkre. És a Vasút utcai szülők azt mondták, hogy ők nagyon szívesen ültetnek a helyébe, és a Telen a Kft. Segítségével a fák kivágásra kerültek, és újak kerültek beültetésre, ők szállították oda az új fákat, és a Vasút utcai szülők ültették el. A csoport önkormányzati tulajdonú házaknál is tevékenykedik, például a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Igyekszünk arra odafigyelni, hogy folyamatos legyen a virágzás. Nagyon nehéz ebben az időszakban, hiszen például a tavaszi virágok akár egy hét alatt elvirágoztak, de hát ez nyilván nem a mi hibánk. Úgyhogy én azt szeretném, hogyha ezután is minél szebb lenne, minél több fa, minél több park és minél több virág a városban, és azt gondolom, hogy erre garancia ez a munkacsoport, hiszen tényleg nagyon lelkiismeretesen dolgoznak, és szerencsére eddig volt forrásunk is arra, hogy azokat a terveket meg tudjuk valósítani, amit ők megálmodnak. A Gondos Gazda virágos porta verseny is folytatódik a városban. A program keretében a díjazottak vásárlási utalványokat kaphatnak, melyet valamely barkácsáruházban használhatnak fel.